– Üdvözöllek! Újra a Shakespeare darálóban! – Olvastad rajz, Gabriella? Shakespeare Londonban és Pest Budán. Színházi előadások emlékezete című könyvét? – Ha még nem, akkor most elmondom, miért érdemes. – Rajz Gabriella Shakespeare Londonban és Pest Budán színházi előadások emlékezete 2017-ben megjelentetett könyvének, könyve megkerülhetetlen jelentőségű monográfia. Először is megkerülhetetlen jelentőségű, hiszen egy olyan ö, témát dolgoz fel, amely érdeklődésre tarthat számot színház történészek, Shakespeare kutatók, és a szélesebb, érdeklődő olvasóközönség számára is. Hiszen azt a paradigmatikus változást tárja fel, ahogy a színházban, a 19. század elején, Angliában, elkezdtek visszatérni az eredeti shakespeare szöveghez. Illetve ugyanekkor Magyarországon megjelent az igény, hogy angolból kezdjék fordítani Shakespeare-t a színházi előadásokhoz. Hiánypótló a könyv azért is, mert a színházi szöveget illető paradigmaváltást két színész úriás tevékenység párhuzamba állításával elemzi. Azaz a könyv figyelmének központjában William Charles McReady és Egresi Gábor tevékenysége áll. A monográfia elsősorban William Charles McReady tevékenységével, különös tekintettel Shakespeare lír királyának színrevitelével foglalkozik. Rajz Gabriella egy általa újra felfedezett McReady készítette rendezői példány jelentőségét tárja fel ebben a könyvben. Ebben a kéziratos szövegváltozatban annak lehet a figyelmes kutató a tanúja, hogy William Charles McReady már 1834-ben visszahelyezte, papíron legalábbis, a bohócot és a tágértelemben eredetinek nevezhető shakespeare szöveget a színpadra. Jó lehet, eddig a szakirodalom ezt a tettet csak 1838-ra dadálta. Bár talán meglepőtetünk azon, hogy miért olyan nagy esemény Shakespeare szövegének visszaállítása, ám ha tudjuk, hogy Angliában 1681-től Shakespeare lír királya meglehetősen más változatban volt ismeretes a színpadon, mint ahogy azt mi ma ismerjük, hiszen szinte kizárólag néhön tét átiratában, adaptációjában ismerték a művet. Ebben a verzióban sem Lír, sem Cordélia nem hal meg. A dráma végén Edgar pedig feleségül veszi Cordéliát, és általános boldogságba fullad a darab. Ez a szövegváltozat élt és virult az angol színpadon. Ez volt az a verzió, amit a közönség is ismert és elfogadott. Ehhez a szövegváltozathoz alakult a színészi alakítás és a mű egésze is. És ennek a megváltoztatása, az eredeti shakespeare történő visszatérést szorgalmazta William Charles McReady. A tragédia színházban használt szövegének ö, alakulása szorosan kötődik a színház korabeli világához és a színház kulturális közegéhez. A színházi világhoz kötöttség szükségessé teszi a könyvben, annak a megvilágítását is, ahogy a korabeli londoni színházi élet lüktetett. Rajz Gabriella bemutatja a közönség jelentőségét és erejét, hiszen Lir részleges restitúcióját megrídi előtt éppen a közönség buktatta meg. A közönség erejének megértésén túl a színház működését is érteni kell, hiszen például a mai színházzal ellentétben az akkori előadásnak nem volt külön rendezője, hanem a vezető színész alakította ki az előadás menetét. A vezető színész ilyen központú helye, központi helye azt is előidézte, hogy valójában szinte egyedül ő vitte az előadást a hátán. Éppen ezért az előadás azokra a jelenetekre, jelenet részletekre, azaz pontokra lett kihegyezve, ahol a vezető színész megcsillogtathatta tehetségét. Ez pedig azzal járt együtt, hogy a közönség is ezekre a részletekre fordította figyelmét, és mint mintegy regényolvasásakor az unalmasabb leírásokat átlapozta, vagyis a pontokra várt, ezek érdekelte és, és a közöttük levő részleteket esetenként olyannyira érdeklentelennek tartotta a közönség, hogy nyugodtan kiment a nézőtérről ételt, italt fogyasztani, társasági életet élni. Ennek a játékstílusnak és a közönség elvárás közönségi elváráshorizonnak Néhőm Tét Lír királya pontosan megfelelt, sőt a közönség ragaszkodott is hozzá, míg nem eljött a fokozatos változás a színészi játékban, és a közönség elvárásaiban is, hogy lehetővé váljék a teljes restitúció. A könyv második tematikus és jelentősen rövidebb ö, egysége Egresi Gábor Magyarországi Tevékenységével foglalkozik. A könyv újdonsága az angol események és változások feltérképezése, hiszen a magyar, magyarul olvasók számára sem a forrásanyag, sem pedig a másodlagos szakirodalom nem könnyen hozzáférhető. Szemben McReady munkásságával, Egresinek létezik magyar nyelvű, Ö, szakirodalma, és az érdeklődőknek a forrásanyagok is elérhetőek. Születtek munkák Lérkirály magyar fordításairól, és ezek egy része hozzáférhető ingyenesen bárkinek. Az az itt a szerző már a magyar szakirodalomhoz tudta igazítani az elemzéseit. Ami különleges ebben a részben az az, hogy körzővel és vonalzóval rajz Gabriella pontosan kiméri a két színész óriás tevékenységének párhuzamait is. Ezek között találjuk például, hogy mindketten, idézem, a színészetet, mint szövegkritikai tevékenységet értették. Folyamatos önfejlesztés, pontosság, társulati színjátszás – szerepeltek ö, céljaik között. Rajz Gabriella monográfiájának további erénye a célközönséghez igazodó tárgyalási mód, még akkor is, ha a közönség magában foglalja a korszak és a téma kutatóitól az érdeklődő művelt olvasóig bárkit. A monográfia nem engedi elkalandozni az olvasó figyelmét. Nem enged beleunni a hosszú fejtegetésekbe. Hiszen a monográfia a nagyobb egységeken belül rövidebb alfejezetekre bomlik. Ezek az alfejezetek minden esetben gondolatébresztő mottókkal és címekkel keltik fel az olvasó érdeklődését. És egy nagyon konkrét problémára keresik a választ. A mű szerkezetén túl a nyelvezet is magával ragadó, hiszen egyszerre ötvözi a köznapibb, könnyedebb stílust a szaktudományos regiszterrel. Az előbbire példa lehet, hogy Samuel johnson a 18. századi irodalomtudós szerkesztőt, majd Kazinci Ferencet kora bloggerének nevezi rajz. Mindent összevetve, rajz Gabriella Shakespeare Londonban Pest-Budán című monográfiája értékes mű. Lendületes narratívája, egyszerre a tudós mértékletesség, és a bátor kortársiasság jegyében egyszerűen letehetetlen. Módszertanában új, nyita, új nyit meg, hiszen a színházi szöveg, a színházi emlékezet értő feldolgozásában, mintájául szolgálhat későbbi kutatógenerációk számára. Magával ragadó még a szerző szerénysége is. Hiszen a háttérbe húzódik, amikor csak teheti, hogy mesterei az őket megillető helyre kerülhessenek. Alapossága, szakirodalmi tájékozottsága ugyancsak példaértékű. Az olvasó nyugodtan engedheti hogy komplex anyagában eligazítsa, hogy megmutassa azt az összetett folyamatot, ahogy a hang a szóhoz nő, és ahogy a kettő kölcsönösségében tételeződik a színházi előadás és annak története emlékezete. Vedd és olvast hát el ezt a könyvet! Köszönöm szépen a figyelmet! Remélem, tetszett ez a videó, és megnézed talán a következőt is. Addig is lájkold, és egy kattintással a jobb alsó képre kövessd a csatornát. Ha észrevételeid, kérdéseid vannak, mint mindig a kommentben várom őket. Viszlát a következő videóban!